Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk, és folytatjuk a számológépet. Egy pár javítgatással, egy pár új feature-rel, illetve egy kis code cleanup-pal. Ez lesz a mai program. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Úgyhogy igazából, amit csinálni fogunk, az a hetedik fejezet tulajdonképpen. Nem azt mondom, hogy mindent megcsinálunk a hetedik fejezetből, egy-két dolgot lehet, hogy kihagyok, mert nem olyan érdekes, vagy esetleg hát nem feltétlenül fontos arról beszélni. De a nagy részét azért megcsináljuk. Biztos, hogy ma nem végzünk, ezt garantálom. Úgyhogy lesz olyan része, ami átlók kedre. Tehát az majd kedden. Ugyanis van egy olyan nagyobb lélegzetvételű rész a vége fele, ami már tudja, hogy nem férne bele, de nem baj, megcsináljuk kedden. Úgyhogy ez a program. Meglátjuk a drillek kapcsán, hát egyelőre szerintem a hatodik fejezet még nem olyan nehéz. Hetedik fejezetben már azért van nehéz fejezet, nehéz feladat a drilleknél. Úgyhogy azt majd lehet, hogy egy külön streambe átbeszéljük. Majd meglátjuk. Jó reggelt, sziasztok! Oké, és na, úgyhogy vágjunk is bele. Itt fejeztük be. Volt egy viszonylag jól működő programunk. Azért mondom, hogy viszonylag jól működő, mert azért nem teszteltük agyon, de hát ezt majd ti kitesztelitek otthon, majd kipróbálgatjátok. Jó? Úgyhogy most elkezdenénk újabb feature-öket fölvenni, illetve végig gondolni, hogy mi is az, ami még jó jönne ide, meg mi az, amit esetleg elfelejtettünk korábban megcsinálni. Ez lesz a mai program. Korábban, még az elején elkezdtük itt írni a maradékos osztást, viszont hát nyilván gondok vannak vele, ugyanis a moduló operátor az intekre működik, és ugye itt rögtön írta nekünk a fordító, de hát lehet, hogy ki is veszem kommentből, csak elmentem új névem. Tehát kiveszem ezt így kommentből, és itt is visszateszem az operátort. Hol is vagyunk? Igen, itt a termnél. És hát ez itt ugye rögtön jelzi nekünk a hibát. Hogy ugye a operandusok ugye double és double, és ilyen típusú, tehát ilyen operátorunk nincs, ami moduláris osztást végez, és double-ökre működik. Jó? Tehát ez az operátor így önmagában nem fog működni. Na most, ugye azt mondtátok múltkor, hogy azért legyen benne, tehát mindenképpen működjön a moduló operátor. Viszont itt egy újabb kérdés fölmerül, oké, legyen benne, beleírjuk, semmi gond. A kérdés az, hogy hogyan működjön, és ezt most döntsétek el ti, hogy működjön-e törtekre, vagy csak intekre. Nyert a tört, jó, akkor törtekre fogjuk megírni. És akkor nyilván ez egy függvényt fogunk így akkor használni, mert ugye ez az operátor, ez nem működik. Mégpedig ezt az fmod függvényt, ami ugye ennyit csinál, hogy kiszámolja a floating point maradékát, ugye az x per y-nak. Na most itt ilyen mély matematikában nem akarok belemenni, itt ilyen különböző szorzások, meg osztások. Nem is tudom, hogy... Ja, igen, talán itt van leírva, hogy működik. Tehát szerintem ezt most nem erőltetném. Jó, hogy pontosan hogy van. De meg tudjuk csinálni, ki tudjuk számolni. Esetleg még majd így zárójelben megmutatom, hogy intekre ezt hogyan lehet megoldani, csak hogy lássuk azt is. Jó, de mindegy, a dokumentációban meg tudjátok nézni. Itt most csak tényleg annyi a célunk, hogy megírjuk. Na, és akkor kezdjük is el. Hát ezt egyelőre itt hagyom kommentbe, hogy lássuk
különbséget. Sok értelme nincs, de legyen ott. Na, és akkor ugye megint csak el kell kérnünk ugye a jobb értéket, amit majd használni fogunk. És ugye első körbe érdemes lenne azt megnézni, hogy ez nulla-e. Nyilván egy kis hibakezelés itt az elején az sose árt. És ha nulla, akkor rögtön lépjünk is ki hibával. Mert akkor nyilván nem lesz jó. Ezen fogunk ma javítani, hogy ne kilépjünk már, hanem kicsit elegánsabban oldjuk meg, de majd ezt megnézzük. Jó, és akkor itt tényleg csak annyit kell tennünk, hogy ugye hívjuk ezt a függvényt, ugye a bal értékre és a jobb értékre, és az eredményt visszaadjuk a leftbe, mert hogy ugye a left lesz nekünk, ami az eredményt adja, és ugye a szokott módon kérjük a következő tokent a token streamből, és gyakorlatilag készen is vagyunk. Pillantsunk rá, hogy egyáltalán működik-e. Működik. És akkor futtassuk is, hát 12,6 moduló 10 mondjuk. Hát kiírja, hogy 2,6, ami amúgy jól is néz ki. Jó, hát ha az fmod ezt az eredményt adja, akkor legyen ez. Esetleg még megnézzünk valami furcsaságot. Mondjuk moduló, hát mennyi legyen 0,2. Az pedig 0,1. Jó. Hát, ha így kell működni az fmodnak, én ezt elfogadom. Ez a bug még mindig benne van, ez a kilépéskor primary expected. Majd ezt kijavítjuk remélhetőleg ma vagy legkésőbb kedden. Jó. Úgyhogy alapvetően szerintem jól működik, még esetleg egy ilyen 12 moduló nullát nézzünk meg, és dobja is rá a zero osztó hibát, úgyhogy ez így szerintem rendben is van. Viszont nézzünk már rá akkor, csak tényleg pillantsunk rá, hogy mi van akkor, hogyha ha szeretnénk intekre is, csak hogy tényleg teljes legyen a dolog. Mert igazából ma, ezt fogom visszatenni, mert ezt kértétek, de azért nézzünk rá arra is. Na most, amit itt ugye nekünk nézni kell, és ugye ez egy igényel egy kis extra munkát, hogy az a szám, amit beírunk, ugye itt típusokra nem nagyon tudunk ellenőrizni, illetve tudnánk, csak az nagyon sziszi-fuszi, hogy amit beírunk számot, az kasztolható-e intre veszteség nélkül. Tehát igazából, hogyha egészeket írunk be double-be, tehát mondjuk ennek a d-nek az értéke két egész szám, mondjuk 6 és 8, ugye double-nek simán adhatunk egészet értékül, akkor is kell működnie, tehát azt nem lehet, hogy akkor most hogy ezt intre írjuk meg ilyesmi, hanem inkább azt kell tennünk, hogy meg kell néznünk, hogy abba a D-változóba egészen pontosan milyen érték van. Tehát kasztolható-e intre veszteség nélkül, információ veszteség nélkül, ugye erről beszéltünk, ez a narrowing cast, hogy mondjuk 6,8, ha azt intnek adjuk értékül, akkor az 6 lesz. Tehát információvesztés van, narrowing cast van, tehát nem fog jól működni. Na, úgyhogy erre, szerencsénkre, amúgy van a kurzus headerbe egy nagyon jó kis függvény, ami ezt leteszteli, amit mindjárt megnézünk. Csak először pillantsunk rá, hogy hogyan is gondolom. És ez a függvény, ez a narrowcast függvény. És ennek a narrowcast függvénynek meg lehet adni azt, hogy milyen típusra szeretnétek kasztolni magát a változót. Ugye először megnézzük a left-re, aztán pedig megnézzük a jobb értékre, amit ugye a primary függvény ad nekünk. Ugye igen, a primary függvény ad nekünk. Ugye ide is kell egy kis hibakezelés, tehát azért itt is megnézzük, hogy
hogy a if, na, i2 az nulla-e, és akkor itt tulajdonképpen ugyanazt a hibakezelést elvégezzük. Ugye, így van. Majd egész egyszerűen innentől kezdve már ugye működni fog a moduló. Ugye, mit modulunk? i1-et i2-vel? Jól mondom? Így van, i1-et i2-vel. És utána már szokott módon csak kérjük a következő tokent a streamből, majd breakerünk egyet. Mármint, hogy hát akinek kedve van így kora reggel breakerni egyet, az nyugodtan, de nyilván itt a switch kapcsán mondom. Jó. Na és akkor nézzük meg ezt a narrowcastot, hogy egészen pontosan mit csinál. Ugye látjuk, hogy itt visszakapjuk az értéket, és itt át is alakítjuk integerre, így félig meddig így mondanám, hogy átalakítjuk. Ugye itt meg kell adni neki kocsacsőrök között, hogy milyen típusra akarunk kasztolni. Ezt kicsit úgy értelmezzétek, mint a vektornál, hogy milyen típusú vektort akarunk készíteni. Itt ugye most integerre akarunk kasztolni, pontosabban integer kasztot akarunk ellenőrizni, de ezt mindjárt megnézzük a függvénybe, és ugye a függvény paraméterébe pedig átadjuk azt az értéket, amit meg akarunk nézni, hogy jó-e vagy sem. Ugye látjuk, hogy ez a left, ez egy double, ez ugye itt van kint, ugye ezt a primary-től kértük el. Ugye a primary meg definíció szerint double-t ad vissza, ugye mert nyilván a számológépünk double-ökre működik. Jó, tehát mindkét esetben átadjuk a megfelelő értéket, és megnézzük, hogy kasztolható-e intre. Na de, nézzük meg a függvényt, és most senki ne kapjon agyvérzést. Itt van nekünk ez a függvény. Erről részletesen fogunk beszélni majd, hogy ez ilyen típusú függvények hogyan működnek, majd utolsó héten. Ugye itt, amit látni kell, hogy a függvény neve ugyanúgy itt van, illetve itt van a paraméter, amit átadunk neki. Jó? Itt pedig itt van ugyanúgy a függvény törzse, tehát semmi különös nem történik. Ami itt most lehet, hogy egy kicsit olyan furának tűnik, az, hogy ez micsoda. Legyen annyi most elég, hogy itt ez egy templétes függvény, tehát itt ez gyakorlatilag bármilyen típusra tud működni. Jó? Tehát itt tudunk R-típusú objektumot visszaadni, tudunk A-típusú objektumot átadni neki paraméterül. Itt ez igazából csak annyit jelent, hogy ezeket tudjuk helyettesíteni valamilyen típussal. Jó? Hát esetünkben most annyi történik, hogy ez az R, itt amikor konkrétan hívjuk, ez integer lesz. Jó? Az A pedig ugye double lesz, mert hogy itt ez double-el hívtuk. És ezek után minden, ami R, az integer lesz. Tehát itt látjuk, hogy R, ez az R is integer lesz, ez is integer lesz, ugye az A pedig double lesz. Jó? Tényleg csak legyen most ennyi elég. Jó. És akkor itt annyit csinálunk, hogy itt csinálunk egy ilyen értékadást. Tehát tulajdonképpen itt történik meg a kasztolás, tehát az, hogy átalakítjuk arra a változóra, amire szeretnénk, és itt pedig ellenőrizzük, hogy ez a két változó, ez egyenlő-e. Jó? Ugye itt tudjuk megnézni azt, hogy az a változó, amire alakítottunk, annak az értéke, illetve az, amit eleve használunk, az egyenlő-e. És nyilván, hogyha információvesztés van, akkor nem lesz egyenlő, és akkor tényleg csak annyit csinálunk, hogy visszaadunk egy hibaüzenetet, és ugye kilépünk a programból. Egyébként meg visszaadjuk azt a változatot, ami már át van alakítva. Jelen esetben ugye a visszatérési típus, tehát integert fogunk visszaadni. Ilyen egyszerű. Template osztályokról, template függvényekről lesz majd szó a utolsó héten, ott át fogjuk beszélni. Most tényleg csak legyen ennyi elég, hogy a függvényünkbe úgy fog működni, amilyen típusra konkrétan hívjuk, és itt most ugye egyrészt integerre, másrészt pedig double-re. Jó? Most tényleg legyen ennyi elég, és hogyha információvesztés van, azt itt tudjuk ellenőrizni, nyilván akkor nem lesz egyenlő a két érték, és akkor hibaüzenettel kilépünk.
Jó, egyébként meg visszaadjuk az értéket, tehát hogyha integert adunk át, akkor az integer lesz. Jó. De azért nézzük meg, hogy működik-e, mert ugye mindig ez a sarokpontja a dolgoknak. Lefordul, futtassuk mondjuk 12 moduló 5-re, és kiírja, hogy 2, ugye 12-ben az 5 megvan, kétszer maradt a 2. Jó, de azért nézzük meg más értékre is, mondjuk 17 moduló 4. Itt pedig 1, mert ugye 17-ben megvan 4-szer, és maradt az 1. Jó, na most nézzük meg nem egészekre, és ki is lép infolosszal. Jó. Jó, rendben van. Na, csak azért gondoltam ezt megmutatni, nyilván itt még ugyanígy lehetne tesztelgetni a végtelenség, hogy ez biztos jó-e, csak tényleg azért akartam megmutatni, hogy aki esetleg úgy dönt a saját számológépébe, hogy ő intekre akarja, mert hogy milyen butaság már, hogy double-ökre működjön a moduló, akkor annak itt adtam egy megoldást, hogy meg lehet csinálni, viszont nyilván kell valami extra munka, mert a moduló operátor csak intekre működik. Jó, tehát double-ökre ezt nem lehet üzemeltetni, úgymond. Na, viszont visszaírom, mivel hogy ti úgy döntöttetek, hogy működjön double-ökre, ezért double-ökre fog működni. Beszéltük azt, hogy hát ezek itt nem néznek ki túl jól. Maradjunk annyiba. Ezeket nagyon nem szeretjük, az ilyen szimbolikus, vagy hát ez ilyen mágikus karaktereket. És ami itt határozottan nem egy szerencsés, az ugye ez, hogy miért pont 8, ugye? Ugye mi az a 42, itt azt tudnám most hirtelen előhozni. Ezeket a programunkból ki kellene gyomlálni. Nem igazán szerencsések azok, hogy ezek így benne vannak. És akkor erre tudunk használni ilyen szimbolikus állandókat, szimbolik konstant, ugye tulajdonképpen ez a neve ennek a dolognak. Úgyhogy párat itt be is vezetnénk, ugye például ezek helyett, de legfőképp ugye a 8-as helyett. Nagyon egyszerű a dolgunk, és hát tényleg nagyon gyorsan, rövidre lehet zárni, hogy ilyen konstans kifejezéseket fogunk létrehozni. Mondjuk ha azt szeretnénk jelezni, hogy a token szám, hát akkor annak legyen number a neve, és legyen az értéke 8. Az, hogy 8, hát nyilván lehetne bármi innentől kezdve, de legyen 8 az értéke, és akkor ezt minden egyes helyen ki kéne javítani. Hát keressük meg, hogy hol van ez így. Hát ezt mondjuk pont ne javítsuk ki. Jó, mert ugye itt a konkrét számokat nézzük meg, tehát mi van akkor, hogyha szám a token. A 8-as maradjon, igazából cserélhetnénk ezt is, de ez itt jobb, ha így marad. Hanem ezt itt mindenképp javítsuk number-re. Okvetlenül. Ugye ezt is javítsuk number-re, mert itt ugye az a kérdés, hogy a primary-nél, hogy zárójel van vagy szám. Hú, és itt ugye a szám az, ami az érdekes nekünk. És ugye ennyi is. Jó, hogy miért tesszük meg, ugye mert ez így sokkal beszédesebb. Jó, tehát adjunk vissza egy number típusú tokent a value értékkel. Vagy amikor nézzük ugye itt, hogy a primary-nél, hogy zárójel a következő token, vagy number. Pontosabban, hát igen, a következő token. És ugye így sokkal beszédesebb, úgymond a kód. Ez nagyon sokszor alkalmazzuk, meg nagyon fontos része is a dolognak, hogy kigyomláljuk ezeket a misztikus karaktereket. Az ilyesmik benne maradhatnak, mert ez elég egyértelmű. Jó, tehát ezek azért maradhatnak. Na, akkor menjünk tovább, és akkor ugye a kilépést, illetve a kifejezés végét, hát legyen inkább ez egy ilyen print karakter végül is, ez meg egy ilyen result karakter. Alapvetően ezeket használjuk máshol, mindjárt megnézzük.
Alapvetően szerintem csak itt használjuk, de ezekre is vezessünk be egy ilyen konstans kifejezést. Mondjuk legyen ez a kilépés, ugye ez a Q, akkor legyen a hát result, ugye ez a pontos vesző, illetve legyen a hát mi is legyen az. Lehet, hogy annak kéne a rizátnak lenni. Ja, persze, mert ez a print. Igen. Elnézést, korán van még reggel. Ez meg legyen a rizát, ugye az meg az egyenlőségjel. És akkor tényleg ilyen szimbolikus neveket így be tudunk vezetni a programba. Viszont akkor nyilván javítsuk is, írjuk is át minden helyen, és akkor erre a sima search az elég jó eredményt ad. Hát, itt ezt most írjuk át. Ugye mondtam, hogy itt ne írjuk át, de miért ne írjuk át, mert itt mást jelent. De itt azért írjuk át. Illetve írjuk át itt is. Hát, több helyen nincs. Akkor jöhet a print. Ugye a printet ugyanígy átírjuk itt is. Illetve itt is. Jó, ez sincs több helyen. Majd jöhet az egyenlőségjel. Ja igen, ez nincs apostrófok között. Itt ráadásul idézőjelek között van. Nem baj igazából, de egy karaktert azért ne idézőjelbe írjunk. Jó, és akkor itt pedig nézzük a rizáltot. Rizált, ugye? Igen, rizált. Na hát ez alapvetően a programunk működését nem befolyásolja, legalábbis ha jól csináltuk, viszont sokkal olvashatóbb a kód. Tehát látjuk, hogy ha a tokenünk típusa kilépés, akkor álljunk meg, ha a tokenünk típusa print, akkor írjuk ki. Hát mit írjunk? Írjuk ki a rizáltot, meg az értéket. Jó. Jobban olvasható, jobban érthető. Nyilván itt most egy-két karakterről van szó, tehát nem feltétlenül olyan nagy probléma ez. De nagy programoknál azért ezeket mindenképp érdemes és szükséges is használni, hogy áttekinthetőbb, olvashatóbb legyen a programunk. Jó, és arra figyeljünk, hogy nyilván akkor minden helyen javítsuk ki és írjuk át. Ez azért is fontos, hogy erre figyeljünk, mert innentől kezdve itt akkor már simán átírhatnánk más karakterre is, mondjuk ha X-et akarunk, jó, akkor elég csak ezen az egy helyen átírni, és akkor mindenhol működni fog. Ha netán itt mondjuk nem javítottuk volna ki, akkor az a programunk nem jól működne, hogyha módosítjuk, így akkor elég csak egy helyen módosítanunk, és készen is vagyunk. Jó, rendben van. Na, és akkor próbáljuk is ki okvetlenül, hogy működik-e. Hát itt tényleg majdhogy nem elég csak annyi, hogy lefordul-e a program, és akkor írjunk be egy kifejezést, működik, ki is lép. Talán beszéltük azt, ha nem, akkor majd mindenképp fogjuk, hogy a függvények azok legyenek úgy elkészítve, legyenek úgy értelmezve, hogy egy dolgot csináljanak. Legyenek úgy definiálva a függvényeink, hogy egy dolgot csináljanak. Na most, itt ezt látjuk, hogy már nem az igazi. Ugye ezeket az expression, meg term, meg primary függvényeket úgy írtuk meg, hogy egy-egy jól definiált dologgal foglalkoznak. Illetve itt a token streames függvényeket is, ugye a get-et, put-back-et, tehát ezeket is igyekeztünk így megírni. Viszont például a mainünk, az most jelenleg nem ilyen. Tehát itt látjuk, hogy azért itt olvassuk a bemenetet, illetve hiba kezelünk is. És ez már azért nem az igazi. Úgyhogy itt ezen egy kicsit javítanunk kell. Mindenképp javítanunk kell. Így a nyelvtanunk is fog egy kicsit változni, de a nyelvtanról majd beszélünk kedden, hogy az hogyan is változik. Úgyhogy el is mentem én ezt egy új néven. Az előzőt is el kellett volna. Mindegy most már. Legyen akkor ez a 24-es. Pontosabban a 0.2.4-es.
és csináljunk már azt, hogy ezeket kihozzuk egy calculate függvénybe. Calculate, csak hogy szépen artikulálva beszéljek angolul is. Tehát ezeket kihozzuk egy külső függvénybe, mert ez így azért nem az igazi. Jó, úgyhogy ezt fogjuk most csinálni. Calculate, és igazából különösebb paramétert nem is kell neki átadni, mert ugye a token stream az ott van, és a token streambe ez szépen fog működni. Hát most azon gondolkodok, hogy egy az egybe ezt így át tudjuk-e dobni. Jaj, jó, kilépés. Hát határeset, inkább írjuk meg. Jó, fájdalommentes, csak én jobban szeretek így, így gondolkodni közben, hogy írom és gondolkodok is. Azért az úgy mindenképp hasznos tud lenni. Jó, tehát olvassuk megint csak a bemenetet, ugyanúgy, mint ahogy kívül is. Kérjük a következő tokent. Ugye, ha már van ez a token streamünk, akkor ezt kérjük. Igazából ugyanúgy csináljuk, hogy ha kilépünk, akkor megint csak brékelünk, mert nyilván akkor ne fusson tovább ez a ciklus. Ugye, hogyha a print jelet kapjuk, tehát hogyha pontos veszőt írunk be, akkor írjuk ki az értéket. Egyrészt ugye a kis result karakterünkkel, illetve a magát az eredményt. Egyébként meg ugye tegyük vissza a token streambe a tokent, ugye ahogy beszéltük is, mert hogy akkor ugye számítást kell végeznünk, és csináljuk ugye, bocsánat, tehát akkor hívjuk az expression függvényt, mert akkor ki kell, akkor van mit kiértékelnünk. Így van. Hát végül is ugyanaz lett. De mindegy, én jobban szeretek így gondolkodni. És nyilván ez a függvény akkor fog kilépni, amikor itt brékelünk. Mondjuk akkor meg lehetne return is, de még egyelőre nem akarom zavarni a dolgokat, hogy miért van a voidba return. Úgyhogy egyelőre brékelünk, és akkor ki is lép ez a függvény. Jó. Na de nézzük meg, mert akkor erre már nincs szükségünk, hanem itt akkor csak arra van szükségünk, hogy hívjuk ezt a függvényt. Calculate. Jó. Legalábbis remélhetőleg. Igazából látjuk, hogy tényleg megoldhattuk volna copy-paste-tel. Látjuk, hogy logikailag megint szétszedtük a dolgokat, picit átláthatóbban. Ugye látjuk, hogy innentől kezdve a main az mit fog csinálni. Ugye egyrészt hívja a calculate függvényt, oké, tehát átdobja a munkát egy függvénynek, illetve hiba kezel. Na most nyilván a hiba kezelésünk még csak az, hogy kiírunk néhány hiba üzenetet, ez változni fog hamarosan. Tehát tényleg csak kiírunk pár hiba üzenetet, de látjuk, hogy logikailag megint szeparálódtak a dolgok, tehát egy picit olyan jobban áttekinthetőbb talán, illetve jobban követhető, hogy mi is történik. És akkor ugye nem a mainbe kell kotorásznunk, hogyha valami hiba van, hanem ugye elkezdünk itt nézelődni, akkor látjuk, hogy itt az expression, hogyha itt rendben van, akkor hát itt lehet, hogy akkor a putbackben van probléma, vagy az expressionben van probléma, és akkor mehetünk az expressionre. Jó? Ugye a héten már láttam, azért voltak védések, meg a múlt héten is. Ugye láthattátok ti is, meg esetleg aki nézte, hogy meg hát nyilván a drilleket azért legtöbben úgy oldottátok meg eddig, hogy van a main, és akkor van egy 50 sor. Jó? Na ezt azért nem feltétlenül szeretjük nagyobb programoknál, meg olyan programoknál, amik tényleg csinálnak is valamilyen komolyabb dolgot. Meg majd később látni fogjátok, hogy elkezdtek Java-ba programozni, ott a main-t azért szeretjük nagyon letisztultan hagyni. Hát, de egyébként mindenhol.
Jó. Úgyhogy ez tényleg csak megint ilyen code cleanup jellegű dolog, hogy kicsit úgy szedjük szét jobban a dolgokat. Javítsunk akkor ezen a calculate függvényen. És akkor ezt megint elmentjük újként. Ugyanis itt a sorrenddel vannak gondok, meg nem teljesen úgy működik ez a dolog, ahogy kellene. Illetve itt a kiírás is egy picit olyan zavaros. Úgyhogy érdemes lenne először azt csinálnunk, hogy megnézni azt, hogy a printet adjuk-e, és ne kiírjuk, hanem inkább hívjuk az expression-t. Picit a sorrenden módosítsunk már, mert ez azért nem szerencsés. Ugye nem is breakelni kéne itt feltétlenül, de ezt már mindjárt megbeszéljük. Jó, úgyhogy akkor ezen egy kicsit javítunk. Hát nyilván az, hogy kérjük a következő tokent, az maradjon, mert az vizsgálnunk kell. És akkor csináljuk már azt, hogy először nézzük meg azt, hogy printe, mert az kellene nekünk. Hát ezt beteszem kommentbe, hogy ne legyen itt zavaró. Oké is. Tehát amíg hogy is van, hogy is szeretném, hogy amíg ugye a print van, akkor egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy kérjük a következő tokent. Mert ugye, akkor jönni fog majd a következő kifejezés. És akkor kérünk el a következő token, de nyilván adjuk is értékül. Jó, tehát ez egy elég fontos része a dolognak. És hogyha ez ugye a... Jó, tehát kérjük a következő tokent. Egészen addig, amíg a printig nem megyünk. Ugye ez azért, hogy az egész kifejezést nézzük meg tulajdonképpen. És hogyha a tokenünk ugye... kilépés, tehát hogyha pontos veszőt adunk, akkor egész egyszerűen csak visszatérünk. Jó, most nem breakelni fogunk, hanem visszatérünk. Na most mit jelent ez? Returnölünk, ugye függvényen belül vagyunk, hogyha returnölünk, akkor vissza fogunk ugrani ide. Jó, hát ugyanúgy, mint a egyéb függvényeknél, ahol értéket adunk vissza, csak ugye return-t lehet így is írni, ugye voidnál meg nem nagyon van mit visszaadni, tehát tulajdonképpen így csak visszatér a függvény. Jó, semmi komplikáltabb dolgot itt nem kell most nézni. Egyébként meg, hogyha nem ez történik, akkor ugye ugyanúgy, ahogy eddig tegyük vissza a tokenünket, mert akkor nyilván egy kifejezésről van szó, amit majd ki kell értékelni. Tehát ugye, hogyha nem kilépés vagy nem print, akkor valami más van a dologba. És akkor vissza kell tennünk a tokent, és itt viszont már csak annyit csinálunk, hogy kérjük egyrészt ugye a szokásos karakterünket, tehát az egyenlőségjelet, illetve az eredményt, amit ugye majd a expression függvény ad nekünk. Jó, hát itt igazából most csak annyit egyszerűsítettünk, hogy eddig elkértük az értéket, ugye, és eltároltuk egy külön változóba, most nem tároljuk el, csak simán hívjuk az expression függvényt. Jó, úgyis az expression függvénynek a visszatérés az eredmény lesz. Nem kell azt most nekünk külön változóba eltárolni. Jó. Szerintem rendben is van. Jó, nézzük meg, mert ücsöröghetünk a kód felett, de az nem fogja nekünk megmondani, úgyhogy egyszerűbb, hogyha kipróbáljuk. Opa. Na, írjunk be egy kifejezést. Oké. Okay. Írjunk be valami komplikáltabbat. Osztva 2. Jó, lépjünk ki. Tökéletes, és ki is lép nekünk.
úgy, ráadásul, hogy nem dob exception-t, jó? Tehát működik a programunk. Jó, rendben van. Na, tehát tényleg azt csináljuk, hogy kipörgetjük ugye a printeket. Tehát egész egyszerűen az, hogyha a pontos veszőket írogatjuk be, akkor az tényleg menjünk szépen a végéig. Nyilván azokat úgymond el is dobáljuk, így félig meddig. És hogyha látjuk, hogy kilépés a tokenünk, akkor visszatérünk, jó? Tehát akkor semmit nem csinálunk, nem putbackelünk, nem hívjuk az expression-t, egész egyszerűen itt azt mondjuk, hogy jó, akkor a calculate-tel végeztünk, és szépen ide térünk vissza. Jó? És hogyha tényleg ez megvan, nyilván mert hogy ugye kilépésünk van, tehát kilépünk a programból, akkor ezzel készen is vagyunk. Jó, mert ugye a Q betűnél nincs további teendünk. Ó, distraction. Amúgy mondasz valamit. Igazad van. De azért nézzük meg. Opa. Igen. Igazad van. Teljesen fölösleges volt. Köszönöm, hogy szóltál. Köszi, hogy szóltál. Következő feature, amit fogunk nézni, az a, hát a negatív számok, hogy hogyan is csinálgassuk ezeket a negatív számokat. Ugyanis jelenleg a programunk még nem igazán támogatja ezeket. Pontosabban nem szerencsés, ahogy támogatja ezeket. Hát próbáljunk meg beírni egy negatív számot. Mínusz 6. Fú, ez rettenetesen néz ki. Hoppá. Írjunk már be valami egyszerűbbet, hogy gyorsan ki tudjam számolni, mert így korán reggel tényleg ez nem az igazi. Hát igen. Mondjuk, ha beírjuk így, ahogy elvileg kéne, így se az igazi. Jó, tehát ez látjuk, hogy nem igazán működik. Mondjuk, ha az elejére írjuk, akkor se jó. Tehát nagyjából sehogy se jó. Igen, hát igen. Tehát tulajdonképpen sehogy se jó. Hát max így tudna működni, de hát ez hogy néz ki? Ilyet ne csináljunk, jó? Úgyhogy ez nem az igazi. Szóval... működjön már negatív számokra is ez a kis kalkulátor. Viszont akkor megint bele kell nyúlnunk a nyelvtanba. Most ezt nem akarom különösebben itt ecsetelni. Igazából ezt a primary függvényre fogjuk bízni. Mert ugye itt foglalkozunk ugye a számokkal, meg a zárójellel. A nyelvtan majd át fogjuk tekinteni kedden, hogy végül hogyan is néz ki a nyelvtanunk. Nem akarok itt menet közben nagyon nyelvtanozni, mert múltkor szerintem eléggé traumatizáló volt. Szóval itt csak annyit fogunk csinálni, hogy csinálunk két olyan esetet, hogy mi van, hogyha ez ilyen minusszal kezdődik, és mi van, hogyha plusszal kezdődik. Jó? Tehát két ilyen nagyon egyszerű esetünk lesz. És szerencsére azért a C++-ban ezt egész könnyedén le tudjuk kezelni, ugyanis annyit mondunk, hogy return minus primary, és akkor innentől kezdve, amit a primary visszaad, tehát amit a minusz után visszaad számot, tehát mint a minusz 8 után, ugye a minusz után visszaadja a 8-at, az már negatív lesz. Jó? Illetve tudunk olyat, hogy hát itt meg simán csak return primary. Ugye a plusz jelent, tehát miért kezeljük le a plusz jelet? Azért, mert ha engedjük, hogy mínusz jelet, tehát negatív számot beírjunk így mínusz jellel, akkor a user biztos, hogy fog beírni pozitív számot plusz jellel. Jó? És nyilván ennek semmi értelme így ránézésre, de egyszerűbb ezt a két sort beleírni, mint elmagyarázni a usernek, hogy ne csináljon ilyet. Jó? Ez sokszor azért így előfordul, hogy ez így egyszerűbb ez. Jó? Ugye, amint még én itt gondolni kell, hogy ez tokenként megjelenik-e
a token streamünkbe, és ha le van-e kezelve, hát a plusz meg a mínusz az szerencsére itt le van kezelve. Nyilván mert az összeadás kivonás miatt amúgy is le kellett. És hogyha jól dolgoztunk, akkor talán ennyi is az egész. Jó, megint nem mentettem el új néven. Na mindegy, majd ezt délután kigerebézem, hogy rendben legyen. Jó, próbáljuk ki. Ha minden igaz, akkor ennyi dolgunk volt csak vele. Oké. Akkor mondjuk... kicsit terheljük meg. Na, hogyan is van ez akkor? 3 meg 6 az 9, mínusz mínusz 2 az 11, plusz 9 az 20. Jó. Hát, jónak néz ki. Oké, és rendben van. Na, hát nyilván azért kell ezt is majd kicsit stressztesztelnetek, de erről majd beszélünk az óra végén. Jó. Úgyhogy tényleg nagyon egyszerű dolgunk volt. Szerencsére, igazából csak ennyit kellett volna beírnunk. De biztos, ami biztos, azért tegyük meg ezt is. Mert a user képes mindenféle disznóságra. Tényleg egyszerűbb ezt így beírni, mint elmagyarázni, hogy ne csináljon ilyet. Jó. Hát, és remélem, hogy ezzel hibát nem tettünk a programunkba. De mondom, ezt majd ti kitesztelitek. Meg fogjuk nézni ezt az első nagyobb részt, és ez a Recovering from Errors, tehát a visszatérés úgymond a hibákból. Tehát, hogy hogyan tudunk a hibákból visszajönni úgymond. És ezt emiatt el is mentem egy új névem. Hát, hogy konzisztens legyen azzal, amit én csinálok, ez legyen a 0.4. Jó? Mert majd azokat a verziókat fogom fölrakni, amik nekem is vannak. Na, és akkor ugye alapvetően jelenleg még most a számológépünk úgy működik, hogy ugye látjuk, hogy igazából itt elkapunk valamilyen hibákat. És igazából semmi különöset nem csinálunk, kérünk egy hibaüzenetet, azt visszatérünk. Na most nyilván ez a valóságban azért nem igazán elfogadható. Tehát most ha belegondoltok, hogy mondjuk jelentkeznétek be a mobilon a Gmailbe és elírjátok a e-mail címeteket vagy a jelszavatokat, azt egyszerűen csak kilépne a program, hát tehát mindenféle értelmes jelzés nélkül kilépne, nyilván az elfogadhatatlan. Ki kell írni egy hibaüzenetet, mondjuk akár Androidon, akár iOS-en valami kis ablakban megjelenik valami üzenet, hogy nem jó a jelszó, vagy mondjuk hát sok esetben ezek már inkább úgy működnek, hogy átlinkel egy ilyen kis browserbe, és akkor ott kezeli ezt le. Mindegy, sokféle megközelítés van, adjunk egy normális hibaüzenetet, és adjunk lehetőséget a usernek arra, hogy beírja újra jelszavát. Jó? Tehát ne kilépjen a program. A kilépés az tényleg ilyen last resort, amikor valami olyan kivétel keletkezik, amit abszolút nem tudunk lekezelni, vagy nem készültünk fel arra, hogy azt le kell kezelni. Jó. Minden hibát nem lehet, erről beszéltünk azért a hibakezelés fejezetbe. Jó. Úgyhogy készítsünk valami kis hibakezelést, és ugye milyen hibák jöhetnek? Itt a könyv nagyon sok hibát ír, tehát nézzünk meg egy párat, hogy milyen hibák jöhetnek. Ugye gyorsan ezt most lefordítom, és akkor mondjuk tényleg beírunk valami hülyeséget. Jó, és akkor mi az a T? Akkor tényleg valami olyat akarunk, amit nem lehet. És akkor mondjuk, hogyha egyszerre írnánk be többet, hát tényleg valami hülyeséget, nehéz így kitalálni hülyeségeket, de mondjuk a második jó, tehát a második kifejezésünk jó, amit ki kell értékelni, akkor is kilép a program. Jó. És akkor nyilván itt ugye sok megközelítés lehet. Ugye egyrészt a kilépést azt
azt ne feltétlenül erőltessünk már, mintha lehet, akkor ne kilépjen a program, fusson tovább. Adjunk meg a usernek azt a lehetőséget, hogy beírhassa újra, tehát mondjuk kijavítsa a kifejezést, írja be újra. Tehát ne kilépjen, fusson tovább. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy mit csináljunk egy ilyen hosszas kifejezéssel, hogy úgymond töröljük ki az egészet, vagy csak egy kifejezést töröljünk ki. Tehát azt, ami hibás. Hát, én azt mondom, hogy töröljük ki a hibásat, arra adjunk egy ilyen bad token hiba üzenetet, de a többit azt értékeljük azért ki. Tehát azért az ott fusson végig, legyen kiértékelve. Jó? Miért törölnénk ki a többit? Lehet, hogyha itt 4-5 kifejezést még beírjuk egymás után, lehet, hogy mindegyik jó, csak az első rossz, akkor azért a többit értékeljük ki. Jó, úgyhogy ezt fogjuk most megírni, és erről fogunk most egy kicsit akkor beszélgetni. Na most, ahol a hiba keletkezik, próbáljuk meg ott kezelni elsősorban. És ez alapvetően a calculate függvényünk lesz nekünk. Jó? A mainbe szerintem a main-t különösebben nem kell bántanunk. Ez itt jó lesz, mert itt már olyan hibákat kezelünk, amikre nincsen úgy külön, nem vagyunk külön felkészülve. Jó? Tehát ez itt ilyen last resort tényleg, amikor már ki kell lépnünk hiba üzenettel, mert valami olyan hiba keletkezik, amit nem tudunk lekezelni. Hát most azért ilyen emlékeim szerint nem lesz, bár ti ezt majd lekezelitek, meg majd kitesztelitek rendesen. Úgyhogy írjuk be ebbe a calculate függvénybe ezt a hiba kezelést, és tegyük be ezt egy ilyen try catch blokkba. Hát igen, most külön hibákat nem fogunk dobni, hát ebből látszik akkor, hogy tulajdonképpen minden hibát le fogunk itt is tudni kezelni. Jó. És akkor egyrészt csináljunk annyit, hogy írjuk ki a hiba üzenetet. Ugye itt sokféle hiba üzenet keletkezhet, ugye itt jönnek azok az üzenetek, hogy mondjuk zero osztó, vagy hát nem is tudom, miket írtunk még. Hát igen, zero osztó, primary expected, bezáró zárójel expected, tehát itt írja ki ezeket a hiba üzeneteket, vagy mondjuk a bad tokent. Jó, tehát ott fogja ezeket kiírni, token stream, buffer full, tehát ezeket fogja itt nekünk kiírni, tehát egyrészt jelzi nekünk, hogy mi a hiba. Másrészt pedig akkor itt kéne azt megoldanunk, hogy törölje ki azokat a tokeneket a token streamből, ami ugye a hibás kifejezésnek a része. Na most visszakattintok ide a parancsorba, és ugye hát a token streamünkben szépen itt vannak az egyes hát kifejezések, meg a kifejezéseken belül ugye az egyes tokenek. Na most nekünk azt kellene csinálni, hogyha van egy ilyen hibás kifejezésünk, akkor azt úgymond ki kellene hát purge-olni, ki kellene törölni a token streamünkből. Most nagyjából itt ez annyit jelent, hogy egészen addig, amíg el nem jutunk egy ilyen print vezérlő karakterig, tehát a pontos veszőig, akkor minden egyes tokent szépen dobáljon ki a token streamből, és akkor mehetünk tovább a következő kifejezésre. Jó, tehát léphetünk tovább, és onnan már szépen elvileg mehet tovább. Az, hogy ebbe a kifejezésben megint van egy hiba, akkor megint jön a hiba kezelés, tehát ez szépen menni fog így iteratívan. Tehát ezzel probléma nem lesz. Jó? Úgyhogy ezt kellene most nekünk valahogy megvalósítani, hogy ez működni tudjon. Na most, hát megírhatnánk ezt ide egybe, de épp mondtam, hogy használjunk függvényeket. Úgyhogy készítsünk egy ilyen cleanup mess nevű függvényt, ami kitakarítja nekünk a dolgainkat.
És itt kellene azt megvalósítani, hogy a token streamből kitöröljük a rossz karaktereket. Tehát a rossz kifejezés szépen kitöröljük. Na de ezt jó lenne, vagy hát szerencsés lenne, hogyha a token streambe meg tudnánk tenni. Úgyhogy itt egész egyszerűen azt kéne nekünk csinálni, hogy a token stream egy tagfüggvényét hívjuk, és ez legyen már ez az ignore nevű függvény, és hát ezt csináljuk már úgy, hogy egészen a, tehát hogy pontos veszvég ignoráljon. Jó? Tehát adjuk át neki azt is, hogy meddig ignorálja ezt azt a kifejezést. Azért, hogy ezt ha akarjuk, tudjuk változtatni. Valószínűleg nem fogjuk, mert szerintem ez egy jó megközelítés, de esetleg, ha később akarunk módosítani ezen, akkor tudjunk olyat is csinálni, hogy mondjuk ne a printig, hanem törölje ki az egészet, vagy valami más vezérlő karakterig. Hagyjuk meg ezt a lehetőséget, jó? Most egyelőre maradjunk abba, hogy a printig töröljünk, és szerintem ez így egy jó megközelítés. Na, ugye ennek a token streamnek egy tagfüggvényét hívjuk, ami még nincs kész, úgyhogy meg kell írnunk. Úgyhogy egyrészt be kell írnunk ugye magát a prototípust ugye a token streambe. Ne pánikoljunk, erről majd fogunk beszélni hamarosan. Hogy mi is ez, hogy prototípus, talán pont jövő héten. Itt ugye akkor a karaktert adjuk át neki, hogy milyen karakterig töröljük a token streambe a kifejezéseket, vagy hát az egyes tokeneket. És ha van prototípusunk, akkor implementáljuk is. Hát itt a get után szépen itt kívül implementáljuk a függvényünket. Ugye a token stream objektumban lévő ignore függvényt, amin egy karaktert kap paraméterül. Na, és akkor most itt kellene megvalósítanunk azt, hogy kitöröljük azt, ami még hátra van abból a kifejezésből, de tulajdonképpen itt tényleg csak arra kell gondolni, hogy egészen addig tőlünk, tehát dobálgatjuk el a tokeneket, amíg pontos veszélyig nem érünk. Nagyjából így néz neki a dolog. Úgyhogy akkor ezt nézzük is meg. Hová? Oké, és akkor tényleg csak annyit kell csinálnunk, hogy szépen olvassuk a bemenetet, tehát ugye karakterenként, és amíg ez a karakter nem az, amit keresünk, akkor olvassuk, ha meg az, akkor meg szépen visszatérünk. Ugye jól mondom? Tehát olvasunk karakterenként, így akkor annyiban módosítanék, hogy nem tokeneket fogunk kidobálni, hanem karaktereket. Jó, tehát csak kicsit pontosítanék, hogy ugye az imént azt mondtam, hogy olvassuk tokenenként, és a tokeneket dobáljuk el. Nem a tokeneket dobáljuk el, hanem a karaktereket dobáljuk el. Jó, ennyit módosítanék, és hogyha elérünk a C-ig, akkor térjünk vissza. Jó, mert akkor elértünk a pontos veszvég, és akkor már ott vagyunk, ahol lennünk kell, ugyanis akkor kérni fogjuk a következő tokent. Jó, tehát akkor már pontosan ott vagyunk, ahogy kell. Jó, mindjárt kitérek rá, csak itt még egy kis adminisztratív dolgot kell tennünk, ugyanis ebbe a token streambe van egy buffer is, és azt is ki kellene nekünk törölni. De ezt hogyan is csináljuk? Jó, hát először is nézzük meg azt, hogy teli van-e a buffer, illetve azt, hogy a tokenünk pontosabban,
Tehát, hogy pontos vesző van-e a bufferbe. Így van. Így van. Hát, itt nem is kell a... Tehát, ugye a buffernek kell a típusa. Nem a királya, nem a típusa. Így van. Mert akkor tényleg csak annyit kell csinálnunk, hogy... hogy ezt ki kell gyakorlatilag ürítenünk. És visszatérnünk. Jó. És még itt egy ilyen adminisztratív dolgot kell, hogy üresre állítsuk a buffert. Jó? Ez tényleg csak annyi van, hogy kiürítsük a buffert, tehát hogy ne legyen benne semmi. Adminisztratív dolog, a lényeg itt van. Jó? Tehát tényleg itt annyi a lényeg, hogy szépen karakterenként megyünk végig ugye a kifejezés további részén, és amikor elérünk a pontos veszélyig, akkor visszatérünk. Jó, tehát szépen ezzel kipörzsöljük, kiürítjük a bufferünket. Na, és ugye ezt csinálja ez a cleanup mess függvény, és hogyha eljutottunk a pontos veszélyig, akkor kérjük a következő tokent, ami már a következő kifejezésnek lesz az eleje. Legalábbis szándékaink szerint. Na de, nézzük meg. Miért expression-t írtam? Hol vagyunk? Nem expression, hanem exception. Igen, az fontos. Jó, próbáljuk újra. Oké, és na és akkor most, hát próbálgassuk. Mondjuk írunk be először egy hülyeséget. Majd írunk be egy jót. Oké, és na hát, úgy tűnik, hogy rendben vagyunk. Ugye, és erre gondoltam, hogy ezt szeretnénk csinálni, hogy ugye beírunk egy hülyeséget, arra írunk ki hibaüzenetet, viszont menjen tovább. Jó, tehát fontos, hogy menjen tovább, értékelje ki, és ugye megint csak írhatunk be kifejezéseket egymás után. Hát mondjuk írjuk be most ide középre egy hülyeséget, vagy írjuk be kettőt. Oké, meg mondjuk 3, meg 4. Na, lássuk. Jó. Hát, alapvetően jól néz ki, mert itt kírja az eredményt, itt kírja a bettokent, itt is kírja a bettokent, itt meg kírja az eredményt megint csak. Hát az, hogy itt egyenlőség jelent, miért nem írt, az egy jó kérdés. Ezek ilyen misztikus dolgok, és ilyenkor az ember mindig elkezd gyanakodni, hogy mi nem működik. Egyelőre szerintem elégedjünk meg azzal, hogy nem olyan rossz ez. Nem olyan rossz ez. Akár még jó is lehet. Na, úgyhogy akkor még egyszer gyorsan elmondom, vagy hát így tömören elmondom. És Ctrl-C-vel léptem ki. Micsoda barbárság. Na jó, ugye mi történik, hogy szépen olvassuk a tokeneket, ugye megnézzük, hogy print, meg create, ugye erről beszéltünk, és tulajdonképpen itt értékeljük ki a kifejezést, és itt kezdünk el számolgatni, ugye? És hogyha valami hiba keletkezik, így a folyamat során, akkor azt a hibát itt elkapjuk, ugye? Kírjuk a hibaüzenetet, hogy milyen hiba keletkezett, mert ugye ez itt mondjuk működik elvileg így is. Oké, jó, tehát nem csak hülyeségre működik, hanem őrültségre is. Oké, tehát nyilván itt kírja akkor a megfelelő hibaüzenetet, és szépen megy tovább. Jó, szépen kiértékeli. Viszont mielőtt ugye tovább lépne a következőre, ugye ki kell ürítenünk ezt a rossz kifejezést, ezt csinálja ezt a cleanup mess függvény, amit ugye az ignore csinál, tehát a token stream objektum csinál ezzel az ignore függvénnyel. Ugye itt a lényeg megint csak itt van, hogy ha szépen megyünk végig karakterről karakterre, egészen addig, amíg a printig nem érünk, tehát a pontos veszélyig nem érünk, legalábbis ebbe a konkrét esetbe, mert itt bármilyen karakterig mehetnénk, itt most azt mondtuk, hogy ez legyen
a print, tehát a pontos vesző, tehát egészen elolvassuk a pontos veszőig, és kiürítjük, jó? És amikor a pontos veszőhöz érünk, akkor azt mondjuk, hogy jó, kész vagyunk, returnölünk, és hova returnölünk? Hát ide returnölünk, ugye? És kérjük a következő tokent. Ami a következő kifejezésnek lesz az eleje. Ennyi igazából. Én már alapvetően ennyit gondoltam, és ugye, ahogy lenni szokott, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.